Az Eszék-Rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület 23. alkalommal rendezte meg az Eszéki Magyar Napot, amelyre idén is a város főterén került sor. A kiállító standoknál magyaros finomságokat és kézműves termékeket árusítottak, a színpadon pedig népi tánccsoportok váltották egymást. A horvátországi magyar egyesületek gyermek táncsoportjainak bemutatkozásával indult az idei Magyar Nap Eszéken nevű rendezvény, amelyet 23 évvel ezelőtt abból a célból hívtak életre, hogy összefogják a város és a régió magyarságát, illetve hogy bemutassák a többségi nemzetnek a magyar hagyományokat, kultúrát és gasztronómiát. Az Eszéki Népkör Magyar Kultúregyesület oszlopos tagjai szívesen emlékeznek vissza a kezdetekre, büszkék a rendezvényre és arra, hogy az elsők között voltak, akik ilyen jellegű eseményre összetudták hozni a környék magyarságát. Ha visszaemlékszel az első és a kezdetre, talán az volt a legszebb történetekes pillanatok, mert mi voltunk az elsők. Mi szedtük össze akkor a magyarságot. És valahogy úgy éreztük, hogy ez hiányzott idáig Eszéknek. És akkor még a csoportok mindegyben voltak. A sátrak tele voltak minden kínálattal. Gyönyörű szép volt, de úgy gondolom az idő haladtával minden megváltozott. Mi is változtunk, mint embere, de a magyarnak is. Más követelések lettek, másképp kell szervezni, és az emberek annyira most, a korona után, annyira eltávolodtak, olyan nehéz újra ugyanolyan társaságot, olyan nagy szeretettel jövőket összehívni, mint akkor. A szervezők örülnek, hogy ennyi hazai kiállító és táncsoport elfogadta a meghívásukat, és hogy vendégeket köszönthettek Pécsről és Szabadkáról is. Újdonságnak számít, hogy Pécsről ezúttal a Misina Tánc Együttes érkezett, amely valóban fantasztikus, érdemes megnézni. A szabadkai népkör táncosai, és hát már hagyományosan ugye a standokon, itt vannak a kézimunkáktól kezdve, az ételkínálatig, minden az, amit a helyi magyar kultúra kínálni tud. Nagyon jó sok és szép visszajelzésünk van évről évre. Voltak távolabbról érkezett résztvevői is a rendezvénynek, közéjük tartozott a Pulai Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület is, melynek tagjai jó kapcsolatot ápolnak az eszéki népkörrel, és rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein. A Móricz Zsigmond 1999 óta működik, máskülönben mi nekünk is a 23. magyar napunk volt ebbe az évbe, úgyhogy ez is Eszékkel együtt van. Nagyon szerettünk Eszéket, eszékiek már háromszor voltak nálunk föllépni a tánccsoportja, és egyszer a énekkar is volt, úgyhogy én remélem, hogy örömet szerezünk az össz eszékinek, hogy mink is most már végre visszajöttünk, nem csak ők hozzánk. Az Ante Starcevic teret körül ölelő standokon több horvátországi magyar vállalkozó és egyesület kínálta termékeit. A magyar hímzésvilág kézi munkáinak megtekintésén kívül többek között finom borokat és süteményeket is lehetett kóstolni. Hát a Rosmarin Egyesület nevében jöttünk, hoztunk hazai kalácsokat, tésztát, ilyen sós dolgokat, amiket pogácsát, stb. Ilyen rozmaringot is hoztunk, amit a nevünk is mutatja, hogy a Rozmaringos Egyesületben vagyunk, ugye. Nagyon-nagyon örömmel jöttünk, hogy mutassuk meg, hogy ügyesködtünk, amennyire csak lehetett. Nem vagyunk sokan, de hát nagyon-nagyon szívesen eljöttünk. A már hagyományos felvonuláson a táncegyüttesek zenei kísérettel sétálták körbe a város központját. A díszes menetben a pécsi és szabadkai táncegyütteseken kívül a szentlászlóiak, a csúzaiak, a dájhegyiek, a pólaiak, a kiskőszegiek és természetesen a házigazda népkör táncosai vettek részt. Ezt követően az ünnepélyes megnyitón Dragan Vulin Eszék alpolgármestere, Vidákovics Tibor a szervező Népkör Magyar Kultúregyesület elnöke és Jankovics Róbert parlamenti képviselő köszöntötték az egybegyűlteket.
A horvátországi magyar rendezvényözőn, őszi rendezvényözőn az itt kezdődik, minden évben már szokásos módon Eszéken, a Magyar Napon. Egy rendkívül színpompás helyen, Eszék központi téren van alkalma a horvátországi, ezen belül az eszéki magyarságnak is bemutatni kultúráját, bemutatni hagyományait, amit most is több mint két évtized után minden egyes alkalommal bemutatunk, és ez végre egy olyan év, amikor nincs Covid, amikor nincs reméljük földrengés, nincs olyan körülmény, amely súlyosbítana ezt a, ennek a rendezvénynek a megtartását. Én gratulálok a szervezőknek, gratulálok a Népkör Magyar Kultúra Egyesületnek, hogy minden körülménytől függetlenül sikerült nekik összehozni ezt a rendezvényt. A kultúrműsor második részében a felnőtt táncsoportok mutatkoztak be a nagyközönségnek, akiknek ismét sikerült egy szeletet bemutatni a magyar kultúrából, hagyományokból. A rendezvényt a Zágrábi Kisebbségi Tanács, Eszékváros és Eszék-Baranya megye támogatta.